A vendégek a hajdújárási szüreti rendezvényen 3 napon át kóstolhatták a frissen préselt alma és szőlőlét, a főzőversen díjazott bográcsos ételeit, de volt terménykiállítás és motoros találkozó, illetve ügyességi játékokat tartottak a gyerekeknek, és környezetvédelmi előadáson is részt vehettek az érdeklődők. A rendezvény 1 millió dinárba került, mondta Haskó István, a helyi közösség elnöke. Hatalmas munkát jelent, és ez nem egy egyemberes munka, hanem itt egy egész csapat. Azt mondom, hogy a falunak egy jó része részt vesz ebben a munkában. Akkor látni igazán jól, amikor lezajlik ez a születinapok, és akkor mindig a összegzésként szoktunk tartani egy ilyen vacsorát azoknak az embereknek, akik besegítenek, és akkor azért 100 személy alatt sosem nem szoktak lenni. Az idei év ugyan nem bővelkedett csapadékban, a termelők mégsem panaszkodnak a termés minőségét és mennyiségét illetően. Patyi Miklós, a kiállítás tervezője, már a kezdetektől fogva aktívan részt vesz a termékkiállítás látványos előkészítésében. Én hiszem azt, hogy akik az idén is kilátogatnak hajdújárásra, és meglássák ezt a sok szép terméket, amit ki van állítva, ez hűfen tudja tükrözni ennek az észak-vajdasági homokvidéknek, úgy hívják, hogy homokháti résznek, a termékeknek a minőségét. A szüreti napok rendezvénysorozatából nem maradhatott ki a birka paprikás bográcsosban, a rostés sültek és a hangulatfokozó zenés mulatságok sem. Ám minden látogató kedvence a helyszínen frissen préselt alma és szőlőlé volt.